Start! Start elindult a nap első futamezőn, ez a nyeretlen két évesek verseny. Meglehetősen vegyes startot vett a mezőny. Dumbledore-nak, illetve Duchess of Pearl-nek voltak komoly problémái az indítás pillanataiban. Disney Red a favorit, jól jött el, mellette pedig új hajtójával Dore, az, aki remekül kezdett, de Disney Red a favorité egyelőre a far Dorével szemben. Azért szép lassan most már azért zárkózóban a többiek is. Dulcinea-del Tobozó követi a legközelebbről a vezető páros, majd jön Dusán, jön Del Piero, kívülről pedig Dream of Mine. És a gyengénben kezdő páros közül Duchess of Pearl az, akinek talán lehet még esélye, bár Dumbledore is azért zárkózgat hibája után. Visszalassítottak azért a két évesek, illetve a hajtók a tempón, úgyhogy mire már csak egy kör lesz hátra a versenyből, majd nem elmondható, hogy egy csomóban versenyeznek mind a nyolcan. A jól látom, egyelőre diszkvalifikált csíkunk nincs, vezet Disney Red, mellette Dore, mögöttük Dulcinea-del Tobozó. Az iram tehát egyelőre igen csak kocogósnak tűnik, kettes fogatokba rendeződik lassan a mezőny, bent a falon Disney Redet láthatjuk, kívül pedig Dore, de hát nem lehet azt mondani, hogy igazán nyomasztaná, vagy megpróbálna ére menni, inkább ott kocognak az élen, aztán Dulcinea del Tobozó, majd pedig az újonc Dream of Mine, mint külső. A másik újonc Dumbledore pedig a mezőny végén Nagyvári Andrával, de ő sincsen kiszakadva. Az élen tehát Disney in Red, illetőleg Dore kettőse, majd pedig Dulcinea del Tobozó, Dream of Mine. Dream of Mine hátán ott van kibontakozóban Del Piero, e pillanatban fölérkezett Dusán mellé, sőt, fölvállalva a harmadik spurt, egy kicsit megpróbálja gyorsítani az iramot, legalábbis a mezőny második feléből fölfele igyekezvén. Kérdés persze, hogy mi van például Disney in Redbe, aki pikpak lerázta magáról Doret, és egy olyan jó hosszas előnyt tett vele szemben, vagy tett rá szert, érkeznek az utolsó kanyarba. Én az utolsó 400, Del Piero elugorja magát, úgyhogy ott marad a frontban a három kedvenc, a másik három kedvenc, illetve a remekül futó Dore, de vele szemben Disney Rednek most már azért egy jó bő hossz előnye van, Dulcinea Tobozó pedig kívülről indul el, és talán ő lehet majd a favorit ellenfele, Dusán közel van, talán egy placot még azért ő is elcsíphet. Az utolsó 200-hoz érve Disney Red előnye nagyjából jó két hosszasa tehet az őt üldözni próbáló Dulcinea Tobozóval szemben. Jön az utolsó 100, Dusán jön fel bent a falon a harmadik helyre, Disney Red vezet, Dulcinea Tobozó nagyon-nagyon jön, de nem fogja most már utolérni. Disney Red nyeri a futamot, Dulcinea Tobozó, Dusán a harmadik, negyedik Dore, aztán jön Dream of Mine, illetve Duchess of Pearl. Start! Start elindult a Nikita díj, ezen a nap harmadik futama, jól kezdett az egész mezőny, de hát a start után már a két favorit úgy tűnik, hogy külön versenyt fut. Belül van Celerion a boss mellette, inkább most mögötte Kompakt Boly, aki legutóbb nagyon-nagyon jó idővel tudott győzni. Kedélyre nem elküljött el a starttól, némileg meglepetés, hiszen ezt nem szoktuk meg tőle. Ő van ott nagyon szorosan a harmadik pozícióban. Aztán szép lassan jönnek a többiek, Samuel kivételével nagyjából egy bolyban. Konolszán is először fut a Kincsen parkban, viszonylag szoros negyediknek zárkózik, aztán jön Calella BD, Allegro, Barbaro, Camesito, és Samuel pedig a sor végén. Akkor, amikor az első egyenesen a mezőny, és gyorsított Kompakt Boly, könnyű szereve, tehát Celerina Bosztola vezetés. Kompakt Boly mellé talán majd Kedira fog felzárkózni, aki eddig nagyon-nagyon jó versenyt fut, fejfejt jönnek majd egy körrel a vég előtt. Celerina Bosz egyelőre a harmadik, Konosszán a negyedik, aztán Calella BD, Allegro, Barbaro és Camesito a további sorrend. Szemre egyébként egészen gyorsnak tűnik ez a verseny, és ez minden bizonnyal a vezető kettősnek köszönhető. Kompakt Boly nagyon elkezdett, őt azonban kívülről nyomasztja folyamatosan Kedira. Egy picit előrébb is van Kedira, viszont ővé a külső ív. Az ő hátán ott láthatjuk a Romániából érkező Konosszánt, bent a falon pedig Celerina Bosz szaporázza, és egyáltalán nincs lemaradva Calella BD sem, majd pedig Allegro Barbaro a következő lovunk, Camesito, a mezőny végén pedig még mindig Samuel következik. Igen, csak belekezdett a vezető kettős, és egészen egyszerűen nem engedi el, vagy nem tud elmenni Kedira. Ettől függetlenül nagyon-nagyon jó versenyt fut ott Kompakt Boly mellett. Mögöttük ott van Celerina Bosz, nagyon könnyen
látszik ügetni egyébként, illetőleg Konosan is jól helyezkedik. Érkeznek az utolsó kanyarra, és még mindig vezet kompakt boly. Vezet a favorit egyelőre, elsőként fordul majd az utolsó 400 méterre. Kedira van mellette, Konosan támad kívülről. Celerin Abos pedig nagyon közel van, de egyelőre kicsit zsákutcában a másik favorit mögött. Izgalmas lehet, talán nem várt izgalmakat hozhat majd az utolsó 300 méter. Kompakt boly a falon egyelőre vezet, pont annyit megy, amennyit kell, de nagyon közel hozzá a többiek. Továbbra is nagyon-nagyon bezárva Celerin Abos, Kedira támad, Konosan is próbálkozik, amikor már csak jó 100 méter van hátra. Egyelőre kompakt boly még mindig az élen. Kedira Celerin Abos el fogja veszíteni a versenyt, mert nincsen útja. Kompakt boly pedig haza fog majd érni. A legutolsó métereken tud csak kibújni Celerin Abos, de itt már nem lehetett más, csak egy második helyi utalma. Kedira a harmadik remek versennyel jelentkezik, és végül azért visszacsúszik viszonylag messzi negyediknek Konosan Kalelabedi elé. Start! Elindult a hosszú távú poétika Safdi, egyik ló sem hibázott, nagyon jól kezdett Aranypók, próbálná megtartani a falat, ez azonban nem biztos, hogy sikerül neki, hiszen ott Buli Báró elég erősen presszionálja, ami pedig Karina Flinget illeti, hát nem tudott beljebb menni, a harmadik spúrban közlekedik, úgyhogy a mezőny végére egy vissza Aranypók, tehát vezet Buli Báróval fejfejt, aztán pedig ott láthatjuk Best Boyt versenyezni. Best Boy mellett Firefly Shadow következik a harmadik, negyedik pozícióban, aztán pedig Messenger a futam favoritja, ő abszolút a mezőny közepén helyezkedik el, aztán Karina Fling követi őket, aki végre azért beljebb tudott menni, közelítenek a második kanyarhoz, Aranypók tehát lendületesen el tudott kezdeni, de menet közben Buli Báró le tudott csukni neki, és most már ő vezet. Nagyon jól pozícionálja magát Firefly Shadow is a mezőny végéről, pedig Dolce Dore ellen indítanak. Nagyjából 1600 méter van még hátra a Poetica Safdiból, Buli Báró mögé szépen lassan azért érkezhetnek a favoritok. Dolce Dore viszont elugorja magát, van pár rossz lépése, és ez bőven elég ahhoz, hogy visszacsusszon a sor végére, és legyen egy jó 15-20 méteres hátrány. A Buli Báró Aranypók az első két helyen, ők hozzák a lovakat az egyenesre, de több mint egy kör még hátra van. Nagyon-nagyon erősen fogva kívül a második spúrban két favorit, Firefly Shadow, illetve Messenger, és hát jelzi azért a versenynek az igencsak visszafogott tempóját, vagy kisebb hibája ellenére Dolce Dore, aki nagyon hamar talpon volt, most megint ott van a frontban, sőt, gyakorlatilag megkerülve az egész bolyt, a második kör derekán elmegy most már vezetni, mögött azonban indul a két favorit is. Így van, Messenger elindul harmadik spúrban, és ő lesz az, aki elkezdi a menet közben ére került Dolce Dorelt nyomni, illetőleg Firefly Shadow ott van Messenger hátán jelen pillanatban, Buli Báró visszaesett a harmadik, negyedik pozícióba, Best Boy nagyon jó helyzetben, és a start óta Aranypók is azért nagyon jól tudja magát tartani, aztán Karina Fling a következő ló, aki kvázi zárja a sort Beyoncé-val egyetemben. Messenger pedig időközben ére tudott robogni, úgyhogy most már ő az a favorit az, aki vezet. Legnagyobb ellenfele pedig jelenleg a második pozícióban, ugye Firefly Shadow-ról van szó, az ő kettősük húzza a csapatot, de hát mögöttük még akármi lehet, hiszen többen is a háttérből megindítanak egy hosszú rohamot. Jön ott belül a falon Best Boy, kimondott a jó versenyt fut, próbálkozik Karina Fling, de úgy tűnik, hogy nincs igazán lendülete, talán Beyoncé az, aki még odaérhet a frontba. Az első kettő mögött viszont Best Boy az, aki ki tud hirtelenjében lőni. Messenger, Firefly Shadow, Best Boy két-három osszal pedig szintén négyen fejfejt próbálkoznak azzal, hogy felzárkózzanak a frontba. Messenger az élen, Firefly Shadow támad, és Best Boy is nagyon-nagyon jó versenyt futva szorongatja a két favoritot az utolsó százon. Firefly Shadow átveszi Lakatos Csabával Messengertől a vezetést. Firefly Shadow egyelőre az élen, Best Boy van ott nagyon szorosan mögötte, Messenger védekezik. Firefly Shadow lesz azonban az, aki megnyeri a Poetica Safdíjat. Best Boy a második remekül mozgott, Messenger a harmadik, Buli Báró, Beyoncé, Aranypók, galoppozik a végén Dolce Dore, a sor végén Karina Fling. Kettő, start! Első nekifutása jön el az idei őszi kancadi mezőnye Borutkának. Nagyon-nagyon nem jön ki a lépés a startnál, egy-két lépés talán el is vét, és ezáltal azért jó 50 métert veszít, lehet, hogy annyi nincs, de azért sokat. Borodédi még rosszabbul jár, mert elugorja magát a háttérben. Csak a szél nagy ívben kanyarodott, de úgy tűnik, hogy talpon van, rendben van, és egészen komoly tempóban diktálja most azért ezt az iramot. Csillagfény van úgy nagyjából közel hozzá természetesen,
10 méter lehet a két 3 éves között a különbség, aztán valahol a messzeségben jönnek a többiek Faria Bédi vezetésével. Zsenerőz adrenalinást, és hát Borutka azért nehéz helyzetbe hozta magát ezzel a gyengéskes starttal. A két 3 éves nagyon-nagyon megy, ugye azért volt 40 méter előnyük az idősebb lovakkal szemben a start pillanatában, ez nagyjából még most is meg lehet, legalábbis hogyha csak a szélt nézzük, akinek van egy 3 hosszas előnye. Csillagfény erre szemben, mögöttük egy jó 25 méterre érkezik Faria Bédi. Libasorban az idei őszi kancadíj mezőnye, élen pedig csak a szél. Csak a szél húzza tehát a mezőnyt, méghozzá szerintem nagyon-nagyon szépen, és főleg ami a lényeg, gyorsan szaporázza. Most már lerázta magáról Csillagfényert is, vele szemben is egy olyan jó 10 méter lehet az előnye, hát aztán jön Faria Bédi, ő már nagyon-nagyon messze, majd Zsenerőz, Adrianászt, és a mezőny végén Borutka színei látszanak, és nem látszik lankadni a vezető ló irama, nagyon frissen üget az élen, mögötte Csillagfényer, azért ő is a sodrában, úgymond csak a szélnek, ott tud maradni még a második pozícióban, viszont meg elugrotta magát ebben a pillanatban Csillagfényer, aki viszont begyújtotta a rakétákat, az Zsenerőz, és lépésről lépésre közelít a szökevény fele. Akkor, amikor érkeznek az utolsó kanyarra, valamicskét csökkent csak a szél előnye, mögötte ott van Zsenerőz és Adrianászti. A négy favorit most már az első négy helyen vezet, a 3 éves csak a szél, 2-3 oszra azonban jönnek a többiek, és egyre közelebb az üldözők. Zsenerőz mellett Adrianászti nagyon frissnek, talán még erősebbnek is tűnik, mint Zsenerőz, Borutka pedig most már közeli negyediknek tudta magát felküzdeni. A befutóra fordulva, Adrianászti ott van most már közvetlenül csak a szél mellett, és egy kis tempó hátránya van Zsenerőznek, Borutka is zárkózik. Csak a szél azonban vezet, rá tud még egy keveset tenni az utolsó 100 méterhez érve. Csak a szél, Adrianászti és Borutka egyelőre a sorrend, és csak a szél a 3 éves hiba nélkül megnyeri az őszi kancadíjat fazekassal. Csak a szél a győztes, Borutka a második, harmadik Adrianászti, nagyon szoros negyedik Zsenerőz, messzi ötödiknek végül Faria Bédi érkezik. És starter indult a nyeretlen két évesek versenye, kimondotta jó sikerült az egész mezőnynek az indítás. Masa Módi, a Siding 2 se kezd jól, aztán Maserati Twister, Ghost STS, csak úgy mint elsőre, most is egy kicsit nehezebben kap lábra, és mire belendül, addig lesz egy 5-6-7 hossz hátrány a többiekkel szemben. Legutóbb is valami hasonlót láttunk tőle, relatíve most azért látótávolságon belül. Miközben Masa Módi és belül a falon Siding párosa diktálja a tempót. Maserati Twister nagyon közeli harmadik, nem is mögöttük, hanem inkább között. Egészen kívül az egyik újonc tempó is egészen szépen szaporáz. Együtt a mezőny, Misi Bell is közel van, megint ő is ott van. Másik újonc Boy Z is tartja a többiekkel a lépés, és Ghost STS hátrány is most már mindössze olyan két hosszasra tehető a Boy-jal szemben. Siding egyedüliként maradt talán most már a frontban. Fél hossza jönnek mellette, mögötte a többiek, méghozzá Maserati Twister, illetve Masa Mód párosáról van változatlanul szó, az egész mezőny 8-10 hosszon belül, úgyhogy izgalmas finisse van, kilátás, megint ő kezd egy kicsit visszafelé menni, a helyére jön Ghost STS, meglepetésre egyelőre azért Misi Bell nem tűnik annyira frissnek, de nincs azért még ő sem messze. A finisre fordulva Siding jön talán a legkönnyebben a vezető triumvirátusból, de mellette nagyon közel Maserati Twister, nagyon közel Masa Mód, Misi Bell, illetve a Ghost STS próbálnak elindulni, de a vezető hármas egyre messzebb most már a többiektől. Az utolsó a 250-hez érve, Siding még rá tud tenni egy lapáttal, ellép a többiektől, Siding Kovács Milánnal meg fogja nyerni ezt a versenyt, nincs kétség, Masa Mód ezüstérme sem forog beszélyben, a végén Misi Bell elindulni látszik, talán megérkezik majd a bronzérmes helyre, Siding a nyeretlen csikó futamnyerője. Siding mögött jön Masa Mód, jön Misi Bell, Boy Z remekül fut, úgy látom, talán ő lesz majd a negyedik Maserati Twisterrel szemben. És tart, el is indult az árvízi hajós handicap. Funny Girl-nek azért nem igazán jött ki a lépés az indítás pillanataiban, és ez bizony 1400 méteren sokba kerülhet neki. Fleeting Vision a falon egyelőre vezet Hackerrel szemben, kívülről Mimi az, aki csatlakozik a vezető pároshoz, sőt, Mimi megpróbálja átvenni a vezetést. A negyedik, ötödik helyen a két favorit, belül Árnika, mellette pedig Surya, és a harmadik kedvenc pedig egyelőre a sor végén. Tehát amikor jó 800 méter lesz majd csak hátra a futamból, egyelőre három szép
szélső besélyű ló az első három helyen, a három favorit pedig a negyedik, ötödik, hatodik, tehát vélhetően azért változni fog, amikor a mezőny már a kanyarhoz, és még mindig fej-fej mellett jönnek hárman Fleeting Vision, Hacker, valamint Mimi triója, nagyon közel hozzájuk bent a falon, Árnika, ott van Szúria, és talán azért Fanny Görnek is van még esély arra, hogy felérje majd a dobogóra végén. Akkor, amikor az utolsó 400-hoz a mezőny, már azért a vezetőlovakat erőteljesen kell gyűrni, Fleeting Vision-nel, Hackerrel is ez a helyzet, Árnika ki tud jönni a falról, ő lesz majd az első, aki megtámadja a vezetőlovakat, egészen kívül pedig Szúria gyújtja be a rakétákat. Jön Árnika, jön Szúria, ők fognak csatázni a győzelemért, e felől nincs kétség, illetve hát nem is nagyon lesz itt csata, ami az elsőséget illeti, mert Árnika a távoztrophoz érve igencsak könnyen ellép a többiektől, Fleeting Vision nagyon szívósan védekezik, Szúria azonban erősebbnek tűnik nála, és ő lesz majd a második. Árnika viszont menet közben Bernard Christopherrel a nyergében könnyedén ér haza. Árnika, Szúria, Fleeting Vision az első három, Fanny Girl a negyedik, Mimi az ötödik, a sor végére esik vissza Hacker. És start elindult a Szatmári díj, kicsit botanisztnak sikerült gyengében a start, illetve a két favorit sem kap lábra annyira gyorsan, ugye a szélső beső lovak egyelőre dominálnak, bár Sheriff, aki elmegy vezetni, kimondotta jó sanszal rendelkezett, és jó futás után érkezett erre a versenyre. Ő van ott a frontban, a római lánya, illetve Tapsival egyetemben, egészen kívül Hucsucsó is próbálkozik, zárkózóban, Bramaster a zárkózóban, Impossible Start, tulajdonképpen azért, hogy nagyjából együtt a mezőny, Vocsmi van egy kicsit hátrébb, viszont bent a falon, úgyhogy majd az a kanyar végén neki nagyon sokat jelenthet. A két favorit egyelőre tehát a 7.-8., a többiek pedig ott diktálják a tempót. Római lány fogott ott falat magának Tapsival egyetemben, mögöttük jön Botanist, illetve Sheriff párosa, Impossible Star, Bramasra, Watch Me, még mindig a sorrend, amikor már az utolsó 500 métert kezdi a Szatmári díj mezőnye. Kezdenek talán fáradni a vezető lovak, római lány, illetve Tapsi. Kérdés majd, hogy a mögöttük érkezők mennyire tudják őket kerülni. Botanistnek egyáltalán nincs helye, most a fal is elfogyott számára, Sheriff az, aki az ére kerül, próbálnak elindulni Bramasrával, egyelőre Impossible Starfoot, nagyon-nagyon jó verseny, Watch Me is megindul most már a sor végéről, a távoszlophoz érve, vezet Impossible Star, Bramasra az, aki lépésről lépésre közelít hozzá, Watch Me, illetve Botanist is nagyon-nagyon jól mozog, bent a falon most már Bramasra, mint hogyha vezetne, Bramasra az élen van Impossible Starral szemben, Bramasra nyeri a futamot, Impossible Star és Watch Me a második és a harmadik, Botanist remekül fut, szoros negyedikre majd, ötödik helyre pedig, ha jól látom, Sheriff érkezik meg. Start, elindult a nyeretlenek versenyen. Szamila gyengén kezdett, ami meglepetés, hogy Watch Me Move-nak is azért ott egy kicsit volt a gondja, hogy az indítás pillanatában jó néhányhoz hagyott ott. Links viszont ezúttal nagyon-nagyon jól indul, ő az, aki elmegy vezetni, mellé Zinedine zárkózik, Wednesday Bornt is nagyon közel látom, a Szamila rettenetesen messze, a többiek úgy nagyjából azért egy csomóban. Másik olyan Zerriko egyelőre remekül tartja magát, Hudson Horn is próbálkozik egy kicsit a zárkózással, akkor amikor most már elhagyta az ezres táblát a nyeretlen mezőny. A falon Links mellette Wednesday Born, egészen kívül pedig Zinedine, Zinedine mellett pedig Zenrico, Hudson Horn is közel van, Estepón is nagyon-nagyon közel van, Árk is megkezdi az árkózást, varázsütése pedig Links teljesen megadja magát, és hirtelenjében visszacsúszik egészen oda a középmezőny környékére, igencsak kezd meghúzódni, meg rostálódni a mezőny, és most már óriási különbségek alakulnak ki. A vezető Zinedine most már a falon van, mellette Zenrico nagyon-nagyon jó versenyt fut, Esteponát is lovagolni kell mögöttük, Hudson Hornén is nagyon erősen dolgoznak, Wednesday Born és Árk is visszaesett, óriási küzdelem, igencsak fáradtnak tűnik az élmező. Próbálott magának utat csinálni Hudson Horné, és talán ez elég lesz ahhoz, hogy átvegye most már Zinedintől a vezetést. Estepona kívülről támad, hárman teljesen együtt vannak, Zerriko mögött mellett, Links ismét megpróbál elindulni. Hudson Horné vagy Estepona, ők csatáznak majd a győzelemért, Zinedine mellett pedig Links el fog menni, és fel fog jönni a harmadik helyre. Hudson Horné pedig Kolumbán őrsel elveszíti a nyeretlenségét, Hudson Horné a nyerő. Estepona, Links és Zinedine érnek mögötte célba. És start elindult a nap ötödik futama, ez a Gábli Kantal emlékverseny handicap, és a problémás Bellissima Mia szinte kilül a gépből, és már van két hossz előnye Törmionnal szemben. Bellissima Mia, Törmion, Vasmi, aztán Trip John, Deserizi a sorrend, Marcellus Wallace a favorit, It's My Time, hát egészen kívül versenyezve Mermet. Ők alkotják tulajdonképpen a hátsóbb régiót, de hát összességében szinte teljesen együtt galopozik a mezőny, és már el is hagyták az ügető átjárót, úgyhogy jön most már a versenynek a második fele, az utolsó 1000 méteren belül. Bellissima Miának van egy jó
nagyjából másfél hossz előnye a többiekkel szemben. Bellissima Mia mögött bent a falon Trip John Deserési, mellettük fehér sapkában Törmion, harmadik spurban Vasmi mögött Marseilles Valasz, egészen kívül It's My Time, és még egyel balra pedig Mehmet az, aki nagyon-nagyon közel, egészen komoly befutóra van kilátás, teljesen együtt ennek a szabadfeltásra Handicapnek a mezőnye, akkor, amikor most már a kanyar vége felé járnak az utolsó 600-on belül, robbantanak Vasmival, megpróbál felmenni Bellissima Mia mellé, kezd fáradni, legalábbis úgy tűnik Törmion, jön a helyére most már It's My Time, egészen kívül Mehmettel is próbálkoznak, Tijon Deserési a falon lovagolni kell, Marseilles Valasszal is ez a helyzet, Bellissima Mia pedig még egyszer úgy erőre kap, és faképnél hagyja egyelőre az üldözőit, van 3-4 hossz előnye, meglepetése nem tud jönni, It's My Time sem visszaesik az utolsó helyre, Marseilles Valasz próbál elindulni, közel van még nagyon Vasmi, ott van Tijon Deserési, Bellissima Mia előnye egy kicsit ugyan olvad a célig, de nem lehet megverni, negyedik versenyét nyeri ebben a szezonban Bellissima Mia, a végén Marseilles Valasz nagyon rászalad, de csak második lesz majd, Vasmi pedig szoros harmadik. Start, elindult a verseny, nagyon gyorsan beállt a mini mezőny, és az intás követően meglepetés, talán majd az, aki el fog menni vezetni. Ott is van a frontban, azért egyelőre sugárbölddel párt alkotva diktálják a tempót, a nyerés után futó szokatlan, nagyon közeli harmadik jelenleg, aztán érkezik Supergirl, Supergirl mellett belül The Blacklist próbálkozik, és Rubicon szokása szerint a mezőny végén nem kezdett erősen, de egyáltalán is kiszakadva, sőt, felgaloppozik Supergirl, valamint The Blacklist mellé, úgyhogy amikor a tüggető bejáratot, kijáratot elhagyja a mezőny, elmondható, hogy teljesen együtt galoppozik a zsibói handicapnek mind a hat lova, és meglepetés szépen lassan azért most már az élre kerül Sugarbirddel szemben, aki mellett most már szokatlan is elmegy. Meglepetés, szokatlan Sugarbird, a zárkózó Rubicon, illetve The Blacklist, Supergirl momentán, aki a mezőny végén, és most már van 2-3-hoz hátránya a többiekkel szemben. A kanyarban szokatlan most már ott van szinte közvetlenül a vezető meglepetés mellett. Meglepetés belül mellette szokatlan, Sugarbird folyamatosan fárad, de egyelőre még talán ő a harmadik, The Blacklist ott van mellette, Rubicon folyamatosan zárkózik, Supergirl viszont meglepetése egyelőre nem tudott elmozdulni a hatodik pozícióból. A finishre fordulva meglepetés mellett szokatlan, mint hogyha könnyebben jönne, és át is veheti a vezetést, The Blacklist támadó óriási lendülettel, Supergirl és Rubicon próbál elindulni a háttérből, tehát vagy szokatlan, vagy The Blacklist fogja megnyerni ezt a futamot, efelől semmi kétség, az utolsó 150 méterhez érve szokatlannak van egy jó hosszas előnye, The Blacklist-tel szemben, The Blacklist azonban a végén elindul, jön The Blacklist, szokatlan védekezik, The Blacklist azonban ott van most már mellette, és a célba ad The Blacklist, talán nem, szokatlan visszajön a falon, óriásit lovagolt Nagy Tamás, már-már úgy tűnt, hogy The Blacklist elmegy mellette, de szokatlan óriásit küzd, és megnyeri ezt a versenyt is Nagy Tamással. Start már is elindult az idei 2021-es Báró Veselényi Miklós emlékverseny, a startot követően Marlon és Bátori a két legrutinosabb sprinter, klasszis színei tűnnek fel a frontban, mögöttük Obahara zárkózóban van, Ariadni egy kicsit hátul, Diablo STS pedig próbálkozik, meglepetéssel nagyon gyors Nebáncsvirág ma sokkal kevésbé tudott elkezdeni, és ezáltal az ő esélyek kicsit talán csökkentek. Marlon maradott a frontban, Bátori most már egy hosszal mögötte van, Obahara egyelőre nagyon jó jobb mellette, és a két éves Diablo STS is szenzációsan tartja magát. Továbbra is Ariadné, valamint Nebáncsvirág van némi hátrányban a többiekkel szemben. Az utolsó 400-hoz érve Márlónak van egy nagyjából hosszas előnye, még mindig Obahrához képest. Aztán jön Bátor, illetve Diablo STS, egyikük sem igazán tud jönni, viszont Nebáncsvirág egészen szépen elindul a háttérből. Márlón előnye folyamatosan nő a távoszlophoz érve. Márlónak meg lehet az első idei sikere, 7 pénzes futás követően egyre nagyobb az előnye a többiekkel szemben. Jön Nebáncsvirág, Bátor is megindul a végén, de Márlónak senki sem veszélyes, Máron az idei veselényi győztes, Nebáncsvirág a második, harmadik lesz majd Bátori, Diablo STS, aztán pedig jönnek a többiek, Obahara és a mezőny végén Ariadné. Start elindult, teendők a lótenyésztős körül, egy negyedosztályú handicap futam, valamivel több mint egy kör. Philip Pines az, aki jól ugrott ki, onnan a belső startboxból, és egyelőre elmegy vezetni mögötte mellette. Úgy látom, hogy Lamans verseny, ez aztán megérkezik a szürke Brigazio DL. Könnyen lehet, hogy át tudja majd venni a vezetést. Ott az üldözőból élén, vagy inkább az élmezőnyben, ez pontosabb, tűzfészek színei tűnnek fel. Aztán Libeskin, Mystic Lady, Wall Street Journey, a két istállatás Cupido és Kacsánka sor végén egyelőre
Erasztiasszal és Page-el egyetemben, de a tempó nem mondható rossznak, és ezt a tempót egyelőre Brigetio DL diktálja, utolsóként állt be, majd ő nem elsőként ugrott ki, 2-3 osszal vezet, amikor a mezőny már a túloldalra fordult. A második helyen Philip Pines, a harmadikon pedig egyelőre tűzfészek mellett La Manche, aztán Mystic Lady, illetve Libeskind, Wall Street Journey, 3-4 hosszra tőlük érkezik Page mellett zöld csapkában Kacsánka, meglepetés a Cupido, kicsit most már ki van szakadva, onnan kellene majd valahogy megérkezni a frontba, amikor az élmezőgy már eléri az ezeres táblát. Az élen még mindig Brigetio DL, azonban gyakorlatilag elmondható, hogy utolérték a többiek. A falon belül Libeskind, mellette pedig Philip Pines, úgyhogy Philip Pines talán a legnagyobb favorit elsőként, aki támad, és át is tudja majd venni a vezetést. Philip Pines mellett ott van tűzfészek, Lamást egy kicsit kell lovagolni, de egészen jó zárkózik. A pálya közepén Herasztiasz is most már megjelenik a frontba, a barrier mellett pedig Mystic Lady próbál feljebb jönni, és hát Wall Street Journey szépen folyamatosan súran felfelé, a kanyar vége felé ott van már a harmadik hely környékén. Philip Pines, tűzfészek, Lamás, Wall Street Journey és Herasztiasz, ez most a sorrend, Libeskind teljesen visszaesik meglepetése, nem tud jönni Kacsánka, Cupido és Page is egészen hátul. Tűzfészek támad, Philip Pines egyelőre védekezik, Herasztiasz és Wall Street Journey ott a harmadik, negyedik helyen, akkor, amikor az utolsó 300-on belül a mezőny. Philip Pines védekezik, tűzfészek támad, Wall Street Journey egyelőre a harmadik, Herasztiasz nagyon-nagyon jön, Philip Pines erőnye nagyjából egy hosszasra hízik, folyamatosan nő a végén tűzfészekkel szemben, Herasztiasz óriási lendülettel érkezik, talán még szorossá telti a versenyt, Philip Pines azonban vezet, jön rá Herasztiasz, Philip Pines, Herasztiasz és tűzfészek, ez az első három.